Szombathelyen közel 700 civil szervezet működik. A város célja, hogy minél szélesebb körű együttműködést alakítson ki a civil szférával a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatellátásban egyaránt. A közgyűlés 2013-ban megalkotta a város civil koncepcióját. Ebben rögzítették, hogy évente kidolgozzák a civil cselekvési tervet. A februári ülésen megtárgyalták a tavaly elvégzett munkáról szóló beszámolót, amelyben az év civil szervezete díj, a pályázati forrásból megvalósult civil netsarok, képújság és kiadvány, a különböző képzések, tanulmányutak is szerepelnek. Az idei terv szorgalmazza többek között a civilek bevonását az önkormányzat által elnyert pályázati programok megvalósításába, hangzott el a Szombathelyi Televízió közéleti műsorában. Ez azt jelenteni, hogy ha az önkormányzat pályázik, és előírás, hogy esetleg civil szervezetekkel együttműködve valósítsa meg, akkor már a pályázat benyújtásakor tájékoztatjuk a megfelelő felkészült civil szervezeteket, hogy szeretnénk majd, hogyha ebben részt vennének. Idén kiemelt jelentőségű lesz a fogyatékkal élőkkel foglalkozó társadalmi szervezetek bekapcsolása a város civil életébe, valamint az önkéntesség, a segítés városa és az aktív időskor programsorozat népszerűsítése. Az eddigieknél is jobban szeretnék bevonni a civileket a Szavária Történelmi Karnevál és a Szent Márton jubileum eseményeibe, de nagyobb szerepet szánnak nekik a Szombathelypont applikációban és a települési értéktár munkájában is. Tekintettel arra, hogy a cselekvési tervet a Civil forumon már megbeszéltük és egyeztettük, nagyon jónak tartjuk. Egy dologban volt, amit kértünk, hogy szerepeljen a módosításokba, az pedig az év civil szervezete díjnak a kiírása, ugyanis hogy szeretnénk, hogy évente 2 szervezet kapjon, már ugye eddig 1. A város anyagilag is támogatja a civilek tevékenységét. Az idei költségvetésben 22 millió forint áll a kulturális és civil alap rendelkezésére.